Ez egy 1999-es Lancia Y, 1.2-es 16 szelepes motorral, Elefantino Rosso felszereltség, ami elég ritka. Ez egy sportváltozat, aminek rövid váltó van rajta, és 86 lóerős, ami elég szépen viszi ezt a kis autót. Kicsit több mint 4 éve van nálunk az autó, Németországban vettem, személyesen, én hoztam haza. 2-3 nagyobb javítás volt rajta egy éve. Akkor ki kellett cserélni a gyári klímahűtőt, mert 20 év után kilukadt, meg fel lett újítva a klímakompresszor. A generátor az tavasszal feladta a szolgálatot, úgyhogy azt kellett kicserélni. Meg a bölcsőt kellett kicserélnem, mert elég erőteljesen korodált volt. Akkor már a többi futóműalkatrészt is nyilván cseréltem. Sok munkám van ebbe az autóban, mert mindent én szerelek rajta, kivéve a klímát, azt nem én csináltam, de minden más javítást én végzek az autón. Egy nagy baja van az autónak, az, hogy piros. Így szinte évente lehetne polírozni, de akkor ha ezt megtenném, akkor már nem lenne rajta festék. Ha engedik a lehetőség, akkor szeretném ezt az autót megtartani 30 éves koráig, hogy akkor majd leótéztassam. Azért jelentkeztem a műsorba, mert szeretném, hogyha a srácok is átnéznék az autót, hogy milyen javítások lennének szükségesek ahhoz, hogy az autót szinte majdnem hogy tökéletes állapotban legyen. ...1999-es Lancia Y-t fogunk ma vizsgálni. Ez a hátsó engésjapító, ez... Picit több, mint 50% körüli érték, még abszolút vizsgaképes, de hamarosan oda kell majd figyelni rá. Ezt az eltérést majd érdemes lesz feltárni. Itt egy kicsit a vezérlés burkolat eláll, kéne egy másik, na, hogy neki a vezérlés alában menjen valami dzsúva, aztán elszakadjon neki. Itt a szelep fedél alól lehet látni, hogy megindult a sarka. Kicsit a váltónál, szuszogónál lehet látni olajfolyást. Picit azért a műanyag lámpák mattultak. A matta nem tudunk sajnos mit kezdeni, meg is lett nyomva neki ez. Ha magától szól, akkor egy Gyuri. Nézzük meg esetleg. De ez mondjuk eléggé. Ez a gátló. Gátló. Félbe csuklik és nem a teteje. Szerinted talpasgömbfej vagy belső összekötő? Hát... Nagyon pici minimális. Én ezt belsőnek mondanám. Ezen az oldalt lehet hallani, egy kicsit belefog neki. Ugye ezen az oldalt volt az, hogy fogott a fék, mutatta is a gép. Úgy semmi. Így egyelőre a karosszíria tényleg jó állapotúnak tűnik. Szóval azt akarom húzni, és hogy te is volt az gátló? Az gátlószer. Aha. Ez nem torony? A torony az fixen áll. Ez teljesen. Ez a gátlószára. A hővédőlemez az beleír neki egy picit. Tercsáma? Aha. Ez az olajpára. Olajfolyás. Itt nem mondanám szelepfedélnek ezt, ez váltó. Uh-huh. Itt a kulissza. Kulisszánál nyomja ki neki. Minden jön ki a gumiharang alól. Tiszt áll a gumiharang, és fölött nincs semmilyen motoralkatrész. És szervulcső se, úgyhogy ez innen jön. Akkor kapcsoló. Igen, ez a csavar. Hiányzik egy csavar. Hiányzik egy csavar, azt látjuk a szervulcső. És itt, nézd, itt van egy kis itt olaj. Ki van, de itt minden szervó, folyik a szervópumpa, itt áll az olaj. Ez a javítás, ez nem sikerült annyira szépre. Itt ez egy barrat. Ez az. Itt lakatoltak elég csúnyán. Ez a hátsó két rugó, ez nagyon ramaty állapotban van. Nem mondom, hogy csere, de ez el fog törni neki valószínűleg, úgyhogy két hátsó rugót nyugodtan ki lehet cserélni, ajánlani. Már hát ez nem. Bármikor eltörhet. Persze. Ez nagyon van rohadva. Igen, valószínűleg ez. Uh-huh. Itt lehet valami. Ez a kis Lancia Y nagyon kilógott annak így a kis autók közül a formájával. Én nekem nagyon tetszett már az első pillanattól kezdve, és egy ilyen kis megbízható aranyos kis gombóc az egész. Nincsen ebben a bonyolult műszaki megoldások, életkorukból adódóan azért vannak dolgok, amik elfáradnak rajtuk, de motorváltó ilyenekkel nagyon különösebb problémák nem szoktak lenni, persze minden elromolhat. Relatív kis pénzből fenntartható, itt a relatív kis pénz az ahogy úgy értendő, hogy az autó összegéhez képest, meg az autó értékéhez képest drága lesz, még nagyon könnyen rá lehet költeni az autó vételárát, de relatív kis pénzben lehet vele autózni, és mégse BKV-zni kell.
kicsit szokatlan volt első pillanatra a kuplungja a lancsának. Nagyon-nagyon kedves, élettel teli olasz motorok, nagyon jó pofák. A váltóérzet már kevéssé. Ez inkább konstrukciós sajátosság, mint ennek a példánynak a hibája. Az első futóműben, az első lengéscsillapítónak nagyon szokatlan hibáját tapasztaltuk, és ez a kopogás ez hallatszik is, ahogy a gátlószár nem csak egyenesen fel és lemozog, hanem jobbra-balra oldalra is van mozgása. És bármi, megállapítottuk, hogy egy picit a belső kormány összekötő vagy axiál csukló lóg. Ez egyelőre még a kormányzásban nem érezhető. Szia Balázs! Szia. Végeztünk a lancsa átvizsgálásával. A bal első lengéscsillapítónak a lengéscsillapító szára az nem csak fel-le tud mozogni, hanem jobbra-balra egy nagyon-nagyon-nagyon jelentős mozgása, illetve ütődése van. Ez mindenféleképpen cserére szorul, páros alkatrész lévén, ugye a két első lengéscsillapító. Valamint a hátsó lengéscsillapítók ilyen 50% fölöttiek egy picivel, ez egyébként műszaki vizsgafeltétel, vagy műszaki vizsgakritériumoknak megfelel, de érdemes lesz fél éves-éves nagyságrendben, hogy attól függ, hogy hogyan használod az autót, ezt újra mérni, mert elképzelhető, hogy hamarosan cserélni szükséges. Azért ez látszik, hogy nagyon sok mindennel törődtetek, vagy nagyon sok minden cserélve volt az elmúlt időszakban, azonban itt egy nagyon jelentős olajszivárgás látható. Hogyha itt be tudsz nézni, akkor remélem innen is szembe tűnik az, hogy ez a szelepfedéltől induló olajszivárgás, valamint a váltó kapcsoló rudazatának rudazata, hogy csatlakozik a váltóba, ott is van még egy váltó olajszivárgás. Mivel a váltóknak jellemzően azért eléggé kicsi, 1-2 liter körüli lehet az olajtöltete, ezért ez mindenképpen hasznos lehet majd megszüntetni. Bal hátsó féked egy picit fog. Azt gondolom, azt úgy láttuk, hogy a dobok azok nemrég lehettek cserélve, vagy felújítva, azok nagyon szép állapotban vannak, viszont érdemes lehet állítani a hátsó féken, illetve kitisztítani, és akkor nem lesz fék eltérés. Itt egy minimális lógás, már itt a keréknél a forgáspont miatt azért már érezhető, illetve egy pici koppanása is van, valamint a két hátsó rugó az csúnyán el van korrodálódva. Ennek a cseréjével érdemes tervezni, mielőtt eltörik. Igen, a rúgókkal tisztában vagyok, csak sajnos ehhez a modellhez nem nagyon találtam az utóbbi időben rúgót. Ujjaj! Külföldre még nem mertem rendelni, úgyhogy nem tudom, hogy melyik fajta van benne. Aha. De ezzel mindenképpen foglalkozni szeretnék, mert én is tudom, hogy már elég csúnya állapotban vannak. Ez a bal első belső kormány összekötő, amit hogyha innen nézünk, akkor ugye őt ez a gumiharang rejti. Annak egy nagyon minimális kottyanása vagy lógásnak még nem nevezném, de érezhető kezdődő probléma. Itt egyrészt itt van ez a konzol, amit Bálint egy csavarral megpróbált rögzíteni, hiszen ebből hiányzott az egyik csavar, ugye ez itt a szervó csöve. Itt láthatsz rajta szervóolaj szivárgást, valamint a szervó szivattyún is olajsár található. Valószínűleg egy csere fog majd ezen segíteni. Megnéztem, mennyibe kerül most egy első generációs Lancia Y. Az árak 150 ezer forinttól indulnak és 500 000-nál tetőznek, bár tény, hogy kevés ilyen mini autót hirdetnek egy időben. A Fiat Puntóval rokon Lancia átvizsgálása nagyjából azt hozta, amire számítottunk, vagyis semmi végzetes, de mindenhol van egy kis tennivaló. Az Avalon Service 383 ezer forintos ajánlatának legnagyobb tétele a szervószivattyú 100 ezer forintért, illetve a hátsó spirálrugók 64 ezerért. Ezeken felül szükség volna még egy pár hátsó, illetve első lengés csillapítóra 32 és 52 ezerért, toronycsapágyakra pedig 24 ezer forintért. A felsorolt alkatrészek újak, jó minőségűek és egy hivatalos Bosch Service ajánlatának tételei, amely szavatosságot vállal az elvégzett munkákért. Hogy magas-e vagy alacsony az autó teljes rendbetételének költsége, nehéz megítélni.
Balázs már eddig is költött a pár száz euróért vásárolt Lancsára, a sportos Y sok örömet ad élénk karakterével, Elefantino Rosso kivitelként elég különleges is, megmentése nem gazdasági döntés, inkább érzelmi kérdés. Balázs a forgatás után döntött is, már elvégezte az első futóművel kapcsolatos teendőket. Ezt az autót is ellenőriztük a Total Car kártörténeti lekérdező rendszerében, amely az albásszám megadásával segít keresni az utóbbi 20 év javítási kalkulációi közt. A rendszer szerint a Lancia múltja tiszta, így a lekérdezés ingyenes volt, amúgy autónként 3990 forintba kerül. Ha tetszett a műhely pornó mai epizódja, iratkozzatok fel a Total Car YouTube csatornájára, illetve jelentkezzetek saját autótokkal a műsorba, ha úgy érzitek, érdemes volna átvizsgálnunk.